Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket! Fantasztikus labdarúgó időben, szikrázó napsütésben egy nagyon érdekes mérkőzés került sorra a Mercatorban, Kligában, hiszen a házigazda piros-fekete Budafok, hogy mondom, a Rosszon Erik, a tiszta zöldben, fehér felsőben játszó Kaposvári Rákóczi csapatát, egy tradicionális csapatot fogadják, akik a harmadik helyen állnak 56 ponttal, 13. a Budafok, és a Kaposvár, ha ezen a mérkőzésen döntetlen ér el, vagy vereséget szenved, és a Vasas győz, bizony akár a negyedik helyre is visszacsúszhat, és távolodni látszik a feljutás, amiért annyi dolgozta Kaposváról. Nézzük a két gárda összeállítását. A vendég zöldfehérekkel 70-es Bonyai Márk, hátul 2-es Fodor Marcel, 6-os Fakler Csaba, 11-es Hadoró Valentin, 21-es Úri László, középen 88-as Nagy Riád, 24-es Nagy Krisztián, 16-os Szakály Attila, 10-es Bíró Dominik, elül Rajci Péter a csapat kapitánya, akit Újpestről is jól ismerhetnek, és Belicki Gergő 9-essel. Pogacsics, Godzsájev, Szabó, Nagy, Borbé, Herzsenyák és Tömösvel üldögé Waltner Robert kispadján. Waltner Robi az a játékos, és most már edző, aki elmondhatja, hogy pályára lépett az ikonikus klubban, Argentina büszkeségében, a Boca Juniorsban, és játszhatott az Estadio La Bombonerában. Én magam is azt mondom, én egy rangadót szeretnék látni az Estadio La Bombonerában, mondjuk egy Boca River, Boca győzelemmel. Robinak ez megadatott. Nézzük akkor a házigazdákat. Egyesen Kovács Zoltán, Álmassal Margéti Csandor, 23-as Klóner Martin fantasztikus ólózásos gólja bejárta a magyar sajtót és az európai sajtót is. 23-as Klóner Martin, 91-es Vasicsko Gergő és 21-es Kírják Hendrik középen, 11-esen Micsinyei Miklós, 10-esen a csapatkapitány Kovács Dávid, 13-asan Veszelinov Vladimir az egyik szűrő, és természetesen ott van a kihagyhatatlan és nagyon jól játszó Olá Bálint 17-es, a másik szűrő 7-ese Vankó Imre, és 24-ese Kulcsár Kornél, akinek remek megoldásait és labdáit méltán tapsolja meg a közönség. Nagy Norbert játékvezető munkáját Szilágyi Róbert és Kulman Tamás segíti, a szövetség ellenőr pedig az egykori tatabányai gólvágó Lothár Gyula. Néhány szó most az ellenfélről, hogy szoktuk. Kaposvár 1923-ban alakult, és 1927-ben fúzionálta a Petőfi Atlétikai Klubba, és lett Kaposvári Rákóczi Atlétikai Klub és zöld-fehér. 1940-ben például az újpesti Gózsák Avar István is játszott náluk. A másik világháború után a csapat neve Kinizsi lett, az 50-es évek a Fradit, őt is Kinizsinek meg Édosznak hívták. A 70-es években a Matesz Imre lett az edző, és állandósult az élcsoport a másik vonalban, majd 75-ben feljutottak. 22.000 néző előtt Bulcsa két gólyával legyőzték a Vasast. Három év után kiestek, 1980 Puskás Lajos ismét visszahoztak az NB1-be. Majd feljutás, kiesés követte egymást, 2004-ben Pruckner László vezetésével újra NB1, 7. hely, 2005-ben, 2006-ban, 2008-ban, 6. hely, Olá Lóránt, André Álves, Maróti, Petro, Kovácsevis, Pintér Attila, Mirinte, azaz Olá Lóri és az a Grúz Tamás játszott, akik aztán később eljöttek, Budafokon is futballoztak, és Olá Lóri most vezető a Budafoki Labdarúgó Klubban. Pruckner 2010-ben elment a Fradihoz, elmentek a játékosok, és 2004-ben kiesés, majd licenszük se volt, megszűnt a klub, amely egyben Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia néven indult. A 2016-ban megalakult a Lákóczi Labdarúgó Kft., az NB3-ban bronzérmet szereztek, és 2017-18-ban pedig Waltner Robert vezetésével a feljutásért küzdenek újra az NB1-es mezőny a cél. Na nézzük, nagy bedobás lesz ez, Wachler Csaba. Behajítja a labdát, ott egy lehetőség, egy lövés fölé, bizony. Minden oldalon mindenki nagy bedobással kísérletezik már, ez most már fegyvere a csapatoknak. Egy jó csúsztatás után Kírják Hendriknek kell kihúzni a labdát, hát továbbra is lehetőségek és támadások a Kaposvár előtt, és helyzetecskék is. Nem is a kapuba, de az ötös környékére be tudja varázsolni Vasicsko könnyedén. Akár Nizsnyi Novgorodig eldobná, de eddig nem kell, a vévelés nem rossz, mindenki ott elmegy, ott a fejes! És Kulcsár fejesét a 10. percben megfogja a kapus, bizony ez lehetőség. Szép szerelés. És jöhet a Budafok. Ez is jó labda, Kovácsnak nincs les, Kovács középre teszi. Ott a lehetőség, van Kolovia fölé! Nagyon jó lehetőség a 13. percben. Kaposvárnak. Egy jó indítás, Kovács Dávid indul, egyből teszi középre, ez sem rossz, ott a lehetőség, és szép támadás végén Micsinai lövését védi a kapus. 10 méterrel előre dobja be a Kaposvár, Klóner akkor is elfejelte, ott a gólhelyzet, óriási Kovács védés, óriási Kovács védés, egy rosszul megítélt szabadrugásból, hát ugye ezt mondtam, kaposvári akció.
szabad ember a túloldalon, és ott lehet ívelni. Jön is az ível, és Belicei fejjel, te Belicki fejjel, majd egy lövés, és ezt megfogja Kovács. Két helyzet egymás után. Most a túloldalról. Kiszedül, hátra gurítják nagynak. Nagy visszatekerné, ott a lehetőség, és ott a gól, ott a lehetőség, és ott a gól. Előbb-utóbb várható, hogy bemegy egy ilyen előreivel, és megszerezte a vezetést a Kaposvár. Azt kell mondom, érett sajnos ez a gól. Érett ez a gól, és ez a gól meg is született. Kovács Kapus most már tehetetlen volt. Udafoki biztatás, és nézzük a szögletet. Kulcsár jól ível, ott lehet a túloldal, még van kód, ő rá van kód, rálövi fölé. Zola, hajrá, Udafok. De most egy ívelés után forpontra váltat a hangulat, ha egy gólhelyzet, vagy egy gól alakulna ki az ívelésből. Na nézzük Kulcsárt. Nem rossz? Gól! Nem rossz, gól! Kulcsár beíveli, és Kroner Martin a legutóbb fordulva ollózza, most bebelsőzi a labdát, de Lesz nem adja meg a játékvezető, nem adja meg a játékvezető Lesz címén ezt a gólt. Lesz gól tehát az 51. percben. Hát, ebből a fogik közönség, elszabadulnak az indulatok, innen nem tűnt Lesznek. Hát a budafoki közönség most bizony nehezen bír magával. Egy nagyon szépen elvégzett szabadrugás, és egy remek Kroner gól. Innen nem tűnt Lesznek, nem ülök ugyan vonalban, itt egy szabadrugás. Hát elszabadulnak az indulatok, egy nagyon szép gól, és annulálta a játékvezető, Lesz címén nem adta meg. Nagyon-nagyon dühös a budafoki közönség, Kulcsát kell eltessékelni. Jó az ívelés. Kovács Dávid megpróbálja elérni a labdát, nem sikerül, de még Veszelina elérheti, el is tette, és Kulcsát visszapörgetheti. Kiszedő kifejelik, bedobás Budafoknak. Vakler lecsúszik a lábáról, Vankó, Vankó középen érkeznek, ott a beadás, Kovács nem találja el, és kivágják. Kroner. Ez jó. Kulcsár kilép, Kulcsár ellövi, kapufa, mekkora bal szerencse. A 73. percben gyönyörű Kulcsár akció végén. BMTL kapufa, gyönyörűen csinálta Kulcsár. Hát ezt a meccset elveszi a Budafok, akkor az is benne van, hogy játékvezető ítéletek és a bal szerencse faktor is. Aztán Olá Bálint. Mit csinálj, Miklós? Olá Bálint. Jó labda, Vankó, Vankó, és kivédi a kapus. Budafoki lehetőség a 80. percben. Kroner megint megy előre, Kroner, mindenki előre megy. Talán csak elemére pályamunkás maradt a helyén, mindenki ott tornyosul a kaposvári kapu elő. Szóval hajrá, Budafok. Jön az ívelés. Pölöske jelöl a 84. percben. Akár kapura is lehet lőni, hát miért ne? Ha nem is megy kapura, de menni fog az idő vele. De egy ível is lehet ebből. Ebből lövés lesz, akárki meglátja. Nagy lövés, kijön a kapusról és fölé. Bizony kaposvári lehetőség a 90. percben. Pölő megfogja, Pölöskei próbálkozik, hát sokan vannak vele, de jól teszi Kovácsnak, Kovács lehetőség, és nem megy be! Az agyam leszakad, és elhagyom mindenféle agytekervényemet, hogy ez sem ment be a 91. percben. Na még egy rohan, Vankó, Vankó, bum! Fönnakad, és jöhet a Kaposvár. És ebben a percben vége. A végeredménnyel búcsúzom, BMTL Kaposvár 0-1, egy olyan meccsen, ahol a Budafok simán elhozhatott volna egy pontot, de akár a hármat is megérdemelte volna a másik fél idő alapján. Viszont látásra, viszont hallásra.